A nemzetközi személyszállítással foglalkozó Airbuszt is érintik a bevezetett korlátozások. A biztonsági előírásokat betartva a kis buszokon 9 helyett 5 fő utazhat csak, a maszk használat pedig kötelező minden járaton. A cég az egész Nyugat-Dunántúlt lefedi, és heti 7-szer indít rendszeres járatokat Magyarországról. 6 év alatt összesen több mint 17 ezer utast szállítottak Ausztriába, Németországba és Svájcba. Egy nemzetközi személyszállító cégről beszélünk, ami egy kis családi vállalkozásként indult, és onnan fejlődtünk egészen idáig. Ugye egy kis busszal kezdtük, annak idején heti 2 járatunk volt, most jelenleg 7 gépjárművünk van, illetve van egy 20 fős nagybuszunk, egy ilyen VIP busznak szoktuk hívni, mert teljesen full bird, a sportolók részére lett ez legyártatva, és annyi változás van, hogy most minden nap mennek a járataink. Normál esetben, ugye nem a vírus időszakról beszélünk, akkor napi szinten több járatunk is van Frankfurtba, Magyarországról. A céges partnereinknek köszönhetően nagyon sok idős gondozót, betegápolókat, kórházi asszisztenseket, illetve az építőipar és a fémiparnak a szegmenséből hordunk ki munkásokat, illetve a húsüzemekbe szállítunk több városba is. Illetve rengeteg család látogató ismerősünk van, aki ugye a mi szolgáltatásunkat veszi igénybe, mi azt jelenti, hogy mondjuk a párja hosszabb ideig kint dolgozik, akkor a család, főleg nyáron a gyerekeket kivisszük egy-két hétre nyaralni, és akkor hozzuk. Sőt, előfordult olyan is, hogy több család összeállt, és a buszunkban csak gyermekek ültek, természetesen ugye a jogi formátumokat betartva szülői engedéllyel. Őket. 4-5 adatra van mindig szükségünk, az utas nevére, utazás dátuma, beszállás és kiszállási cím, és a kollégáim itt az irodában rögzítik az utazási szándékát, és ugye utána a logisztikusok állnak neki, ugye a nap, mint nap, ugye a járatainkat lelogisztikázni, leidőzíteni, és folyamatosan ugye másik monitorom van egy kolléga, aki az online rendszerünket figyeli, nézi az online forgalmat a Google Maps-en keresztül, illetve a nyomkövető rendszeren belül ellenőrzi a buszoknak az idővallumát, hogy tartsuk azokat az időket, amiket mi megbeszéltünk az utasokkal. Hát mivel háztól házig való szolgáltatásunk van, az azt jelenti, hogy különböző területeken házig meg tudjuk oldani. Az a terület, ami mondjuk ilyen szürke folt, ahogy úgy hívjuk, mint a Bars területe, ugye az nagyon nagy kitérő lenne nekünk, azok az utasok általában Szigetvár, vagy Kaposvár, vagy Nagybajomig el tudnak jönni. Komplett Nyugat-Magyarországot egy személyben a mi cégünk az le tudja fedni a háztól házig, jelleg egy pár ilyen szürke folt kivételével, de ott mindig kompromisszumkötéssel meg tudjuk azért oldani a csatlakozást. Illetve most tervezzük, most folynak a háttérben ugye a tárgyalások több céggel, több nagyobb ilyen betegápoló idős gondozókat foglalkoztató cégekkel, német, osztrák, illetve szlovák cégekkel, és most törekszünk egy országos lefedettségre. Az Airbus egy applikációt is kidolgozott az egyszerű helyfoglalás érdekében. A korlátozásokról, szabályváltozásokról pedig folyamatosan tájékoztatják ügyfeleiket. Jelen helyzetben a Kovács Ernő, én vallom, hogy az ország egyik legjobb programozója. Ő a kezdetektől ugye főkarolta az Airbuszt az online marketing területén, a weblapunktól kezdve az applikációs rendszerig, a honlapig mindent ő csinált. Folyamatosan ellát minket online marketing tanácsokkal is, és tényleg a kezdetektől a végéig felügyelés, ő segít mindenben minket. Gyerekkori barátok vagyunk, ugye, onnan indult a kapcsolat, és amikor ugye megtudta, hogy az Airbuszt így elkezdtem személy szerint, ugye ilyen kezdeteges hirdetéseket én szerkesztettem még otthon, akkor egy személyes beszélgetések után ő mondta, hogy ő segít és támogat minket. Hát ugye ezért is van az, hogy ilyen magas szintű webes felületeink vannak, illetve applikációs rendszer, tehát ezzel a piacon ugye kitűntünk elsőként. Az Airbus kapcsán rengeteg fejlesztésen vagyunk túl, különböző applikációk, szoftverek, ügyviteli rendszeres, utazásfoglalás rendszeren, valamint új szolgáltatásokat is indít ugye a vállalkozás. Ezek az applikációk egyedi fejlesztésűek, ami azt jelenti, hogy mi saját magunk ugye leülünk a számítógép meg, és a nulláról rakjuk össze maga a programokat, valamint továbbiakban ugye olyan óriási vállalkozástól tölthető le az applikáció, mint például a Google Play Store. Maga a rendszernek az összerakása, megtervezése, amik egyébként a táblán már elkezdődtek,
Hát komoly feladatok elé nézünk elébe, az biztos. A Rudival elsősorban pozitív a kapcsolatunk, tehát nyilvánvalóan a Rudi nagyon emberi módon áll hozzánk és a vállalkozásunkhoz. Természetesen mindketten egy szekedet tolunk, egy a célunk, hogy elkészüljenek a fejlesztések, és nyilvánvalóan a vállalkozása profitálhasson belőle, valamint olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani az ügyfelei részére, amik hát egyedik a piacon is. Az Airbus-tól nem áll távol a jótékonyság sem. Mióta ezt csináljuk, azóta rengeteg szervezeten, magánembereken, családokon, cégeken, a sportba is igencsak belenyúltunk olyan tekintetben, hogy támogatást tudtunk nyújtani. Természetesen ugye, ami a lehetőségekhez mértem van, de így is úgy érzem, hogy többet tettünk meg, mint amennyit más ember, aki megtehetett volna, mégse tette meg. Igazából a kezdetek óta folyamatosan, ahogy fejlődtünk, a kapacitásunk úgy bővült, úgy tudtunk egyre több segítséget nyújtani. Szinte havi szinten mindig találunk valami szervezetet vagy embert, akinek segítséget tudunk nyújtani.